Tisztelettel köszöntöm mai podcastünk vendégét, dr. Abdurrahman Abdurrak Mohamed főorvos urat, aki egy személyben a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány elnöke és a Gyulai Egészséges Város Közalapítvány kuratóriumának elnöke is. Nagyon szépen köszönjük, doktor úr, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és te leszel a mai podcastünk vendége. Nagyon sok mindenről fogunk beszélgetni, EpiPenről, a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítvány új projektjéről, a Koraparkról, és persze aktualitásokról is. Én Papp Gábor vagyok, a Békés Megyei Hírlap és a beol.hu újságírója. Doktor úr, éppen a mai nap a beszélgetés napján adtatok át EpiPeneket a gyulai óvodáknak. 16 tagintézmény kapott újból EpiPent, ugye, ami a súlyos allergiás reakciók kezelésére szolgáló készítmény. Miért volt ez fontos, hogy újra kapjanak ebből a készítményből, ebből az injekcióból az intézmények? Na, először nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és hogy itt lehetek. Hát ezért indult ez az egész, mert a kórházban dolgozom, és nagyon rossz látni, amikor egy nagyon súlyos anafilaxiás állapotban kerül egy gyerek. Ez egy ijesztő betegség, és ilyenkor nagyon sok lehetőség nincsen. És úgy gondoltuk, mivel az időfaktor nagyon fontos, hogy jó lenne, hogyha minden közi nevelési intézményben legyen egy ilyen EpiPen gyógyszer, amivel tudjuk a tüneteket, illetve a gyerekeket, a tüneteket kezelni és a gyerekeket megmenteni. És akkor azért indult az a projekt. A mai napon lejárt szavatosságú EpiPeneket cseréltük az intézményekkel. Világos, egy pár szót mondanál-e magáról az anafilaxiáról, mert ugye a legtöbben mi a daráscsípéssel azonosítjuk ezt, de ennél talán sokkal többről is szó van. Hát az anafilaxia az akut életet veszélyeztető súlyos állapotot jelent. A tünetek, az allergénnel, mi allergénnek hívjuk, vagy az anafilaxiát kiváltó tényezővel való találkozás után rögtön percek, másodpercek alatt jelentkeznek súlyos tünetek. Azok a tünetek életveszélyesek, nem egyenlőek az allergiával. Itt nehéz légzéssel, torok szorító érzéssel, nyelvduzzanat, ajakduzzanat, tesszerte kipirulás, folyamatosan köhög a beteg, nehéz légzése van, sápat és akár eszméletét elveszíti. A legjellemzőbb tünet, hogy a beteg teljesen jó állapotban érintkezett valamivel, találkozott valami, vagy megcsípte valami, és onnan hirtelen, kifejezetten nagyon súlyos állapotban, nagyon rossz közérzet alakul ki, és utána rögtön jönnek ezek a tünetek. A kiváltó ok lehetnek élelmiszerek, tej, tojás, liszt, bármilyen élelmiszer kiválthatja, illetve a rovarmérgek, méhek, darazsak és egyéb gyógyszerek, antibiotikumok, érzéstelenítők, bármilyen antibiotikum is kiválthat egy ilyen tünetet, és egyéb stressz helyzetet is okozhat egy ilyen együttesen. Latex, raktapaszok, akár gumi övszerek is okozhatnak sajnos egy ilyen tünetet, úgyhogy az egy ijesztő betegség, itt az időfaktor nagyon fontos. Erre egyébként fel lehet készülni? Van bármilyen módja, hogy valaki tudomást szerezzen arról, hogy ő allergiás bármire is ilyen súlyosan? Egyrészt, hogy már történt nála egy ilyen nagyon súlyos állapot, szóval volt már egy ilyen kiváltó nála egy anafilaxiás reakciót, és akkor kórházba került, vagy az országos mentőszolgálat már segített neki, és akkor már kapott ilyen hasonló, nem muszáj, hogy EpiPenként, hanem a mentősöknél tonogénnek hívják, vagy a kórházokban tonogénnek hívják, és már kapott egy ilyen gyógyszert, és volt neki egy ilyen tünete, vagy súlyos a reakciója, vagy súlyos allergiája lehet valamitől, de
míg anafilaxia nem alakult ki, akkor már érdemes már nála, hogy legyen egy ilyen készülék, mert előfordulhat, hogy egyszer, mondjuk darázscsépés, hogyha egyszer már olyan súlyos reakciót alakított nála, hogy következő alkalommal vagy egy darázs, vagy több darázscsépés esetén, mert anafilaxiás reakció alakulhat, akkor lesz ideje akkor beadni magának azt az EpiPent. Ez az EpiPenek kiosztása az oktatási nevelési intézmény között a Egészséges Városért Közalapítvány égisze alatt történik. Egy picit beszélnél erről a Gyulai Alapítványról, ami egyébként úgy tűnik, hogy egyre több helyen szolgáltat példát a megyébe és az országban is. Az Egészséges Város Közalapítvány nagyon régóta aktívan dolgozik, vagy sok programot csinál Gyulán. Az egyik ilyen példa a lisztérzékenységnek a szűrése, illetve több prevenciós programot már indítottunk Gyulán. Rendszeresen vércukormérés, vérnyomásmérés, egyéb a Mini Akadémia és az Egészséges Város Közalapítvány nevében és dolgozott Gyulán, és rengeteg előadás, rengeteg ilyen prevenciós programot indítottunk, és amikor volt lehetőségünk, pénzünk, hogy még többet tudunk adni, akkor jött az ötlet, hogy akkor minden közönevelési intézményben kell, hogy szerezzünk egy ilyen EpiPeneket. Ez ugye idén január végén történt meg, amikor megkapták az intézmények, és épp a mai átadáson beszéltél arról, hogy már két alkalommal Gyulán, csak Gyulán használni is kellett az elmúlt hónapokban. Ezekről az esetekről mondanál-e pár szót, és ami nagyon fontos, hogy itt helyi laikusok adták be, tehát hogyha arról is mondaná egy pár szót, hogy kell ehhez orvos, hogy ezt az EpiPent beadja valaki. Az EpiPen beadása az nem egészségügy dolgozóknak, nem orvosoknak, nem szakszemélyzetnek készült, hanem laikusoknak, a betegeknek, a szülőknek, a apukáknak, anyukáknak, szomszédnak, szóval igazából itt nem kell hozzá egészségügyi végzettség, és igazából hogy én szeretném mondani, hogy itt Gyulán nagyon gördélékenyen ment az oktatás, illetve a pedagógusok, az intézményvezetők nagyon együttműködőek voltak. Voltak kérdések, voltak nehézségek, de ezeket meg tudtuk oldani, és akkor minden online oktatás is volt, helyi színű oktatás is volt, és bátorítottuk őket, hogy akkor adják be, és hála Istennek volt egy ilyen két eset Gyulán. Az egyik az 5-ös iskola, a Lila iskolában, amikor egy 12 éves lány megcsípett a darázs és anafilaxiás tünetei jelentkeztek, nehéz légzése volt, úgy mondta nekem már a kórházban, úgy érezte, mintha valaki zorítja a torkát, illetve gombóc érzés, nehezített volt a légzése, bedagadt a nyelve, az arca, és az iskolai titkár, vagy ott dolgozó segített neki, gyorsan hozta az EpiPent és beadta. Milyen befektették, illetve megnyugtatták, mentőt hívtak neki, és mikor érkezett a kórházba, teljesen tünetmentes, akkor obszerváció volt, utána obszerváció után haza tudtuk engedni a gyereket. A másik hasonló eset a Gyulaváriban történt, amikor méhcsépés történt, és a gyereknek is hasonló tünetei voltak, és hála Istennek időben megkapta az EpiPent, és kórházban már semmi egyéb tünet nem volt. Ezeket a EpiPeneket pótoltuk, úgyhogy most minden köznevelési intézményben vannak EpiPenek. A szomszéd települések is csatlakoztak hozzánk, két egyházán is olvastunk, hogy két gyereknek tudtak segíteni EpiPennel, úgyhogy van értelme, és folytatni is fogjuk. Mindenképpen említsük meg talán a 5-ös iskola iskolatitkárának a nevét, ő Somogyi Csilla volt, aki beadta ezt a készítményt és segített a kislánynak.
Egy dolog megfogta az én, vagy megérintett az előbb, ahogy mondtad, hogy mentőt hívtak. Minden esetben mentőt kell lehívni. Így van, mindenféleképpen mentőt kell hívni. Egyrészt, hogy observáljuk a beteget vagy a gyereket, más, hogy lehetséges, hogy ennek ellenére beadtuk az EpiPent, lehetséges 5 perc múlva, 15 perc múlva újabb tünetek jelentkeznek, vagy akár súlyosabb állapotban bekerülhet a beteg. Mindenféleképpen adjuk be az EpiPent, és mentőt hívjuk, vagy hívjuk mentőt, és adjuk be az EpiPent. Legfontosabb itt mindenféleképpen, amikor mentőt hívunk, akkor azt a varázsszót szóljunk, mondjuk, hogy anafilaxiás reakció történt, EpiPent beadtunk, vagy EpiPent fogunk beadni. Mielőtt tovább mennénk a te másik, vagy a ti másik nagy projektetekre, a Viharsarki Koraszülött Mentő Alapítványra, illetve a Koraparkról, arról hadd kérdezzelek, hogy miért válasz rengeteg civil szerepet, ugye mindenféle rendezvényen találkozni veled, ahol egészségmegőrzésről van szó, ahol gyerekek egészségéről van szó. Miért tartod ezt fontosnak, hogy a munkádon kívül erre is törekedjél? Az nagyon fontos, mert itt élek Békés megyében, Gyulán, és úgy érzem, hogy tartozok a lakosságnak, a közösségnek, ahova tartozok, hogy én többet tudok adni, segíteni, jó. Amikor én segítek, vagy ezeket a programokat indítjuk, lehet, hogy furcsa, én többet kapok ezektől, mint az emberek, amennyit az emberek kapnak tőle. Én amikor látom, hogy van értelme, jó dolgot csináltunk, erőt ad nekem, energiát ad nekem, és a folytatáshoz ugyanaz, mint amikor koraszülött ellátás, vagy koraszülött mentés. Szintén az egy, én tényleg többet kapok ezektől a gyerekektől, hogy megmentettük az életét, segítettünk neki, és hazamegyünk, és feltöltődve, nem kimerülve, hogy hanem amikor látjuk, hogy van értelme, segítettünk, másnap reggel bemegyünk hozzá, és látjuk, hogy jobban van, vagy már egészségesen, vagy már jobban van, jobb, mint az előző napon, akkor az energiát ad nekünk a folytatáshoz, és én amikor hazamegyek, akkor inkább feltöltődve hazamegyek, nem kimerülve. És többet kapok a közösségtől, többet kapok a várostól, a megyétől, mint amennyit én adok. És ez nekem nagyon fontos. Amikor 7 évvel ezelőtt mi először beszélgettünk, akkor volt egy közös ismerősünk, aki azt mondta, hogy te vagy az az egyik orvos, akinek bármikor lehet szólni, hogyha baj van, hogyha segítségre van szükség. Ezt miért gondolod így, hogy ez így kell, hogy működjön, hogy téged munkaidőn kívül is lehet keresni? Hát jó segíteni, mert egyrészt, hogy ez az ember, aki engem hív, mondjuk, hogy munkaidőn kívül, az bízik bennem. Bízik benne, hogy én fogok tudni segíteni neki, és én nem akarok neki csalódás, illetve nem akarom cserben hagyni, hogy most valakinek szüksége van rám, tudok neki segíteni. Lehet, hogy fizikailag nem tudok ott lenni, nem tudok bemenni a kórházba, de telefonon lehet, hogy útba tudom igazítani, segítséget tudok adni neki, mint lázcsillapítás, vagy mit kell csinálni a gyerekkel, vagy hova kell menni. Az is nagy segítség, hogy hova kell menni. Lehet menni, ambulanciára kell menni, vagy kórházba, vagy ráér holnap. Az már nagy segítség. Nekem ez egy telefonhívás, de neki nagy segítséget jelent, és ez számomra az nagyon-nagyon fontos. Az egyik védjegyet, ha nevezhetjük így, és ezt a gyerekek mondták nekem, hogy Abdul bácsi mindig mosolyog és kedves. Ezt hogyan lehet, milyen belső erő kell ahhoz, hogy valaki ilyen tudjon lenni a talán nehezebb pillanatokban is? Hát az a gyerekek is, és a család is. A gyerekek, mikor ez nagyon, nagyon jó érzés gyerekeket gyógyítani, gyerekekkel foglalkozni, mert ők és gyerekként élni. Ahhoz, hogy az ember gyerekekkel foglalkozzon, kell, hogy gyerekként viselkedjen, gyerekként éljen, és támogató család. Hát én szerencsés vagyok, hogy van egy családom, akik nagyon támogatnak engem, és hogyha hazamegyek, akkor csak soha nem kaptam kritikát, hogy később jöttél haza, vagy már is korán mész haza, hanem pozitív erőt adnak nekem.
és a gyerekekkel, a mosolyjal az ember társához legközelebb út. Mosolyjal meg tudom nyerni a gyereket, mosolyjal meg tudom nyerni a munkatársat, a szomszédot és az embertársunk. Hogyha egy idegennel jövök szembe és csak mosolyogok felé, az egy nyugtató, egy üzenet, hogy én szeretem, hogy elfogadom, és lehet, hogy így szebb napja lesz, nekem is szebb napom lesz, és se energiát, se semmit nem fektettem be, csak egy mosoly. Amikor beszélgetünk, október vége felé járunk, a beszélgetés maga majd novemberben fog egyébként adásba menni, de nem tudom megkerülni, hogy ma rendkívül ködös reggelre ébredtünk, ami a betegségek melegágya, hogy te mit tanácsolsz a szülőknek, mire figyeljenek ilyenkor, hogy a gyerekek a leginkább egészségesek tudjanak maradni, vannak-e jó tanácsok erre? A jó tanács ez természetesen egyrészt, hogy az öltözés, hogy a napnak megfelelően, ha hideg, akkor ennek megfelelően öltöztetni a gyerekeket. Kettő, hogyha olyan helyre megyünk továbbra, ennek ellenére, hogy zárójelben, hogy nagy járvány nincsen, de továbbra, hogyha most tömegközlekedés, vagy olyan helyre, zsúfolt helyre megyünk, akkor érdemes akkor azt a távolságot biztosítani, illetve hogyha van, akkor a maszkot továbbra is viselni, és nagyon fontos a kézmosás, és hogyha betegek vagyunk, betegek a gyerekek, akkor természetesen maradjanak otthon, mert ezzel egyrészt őket is védjük, másrészt, hogy a többi gyereket is tudjuk védeni. Nagyon sok folyadékot kell inni, télen is, és megfelelő D-vitamint is, most ne feledkezzünk a D-vitaminről, nagyon fontos, hogy most télen is napsütés, de mindenféleképpen, hogy a D-vitaminnel látjuk el a gyerekeket, mert a legjobb immunrendszer erősítő az a D-vitamin. Az Egészséges Városért Közalapítvány mellett a te másik nagy projekted, vagy az első civil nagy projekted, a Viharsarki koraszülött mentőautó, illetve az alapítvány, amely a gyűjtést végezte, hogy ezt az autót, ezt a járművet ti beszerezhessétek. Hogyan jött az ötlet Abdul miatta a kiinduló pontot, hogy egy elsőre talán ilyen vad ötletnek nekivágjatok annak idején? Igen, az egyrészt a koraszülött mentés már Sipos tanár úr irányításával és koordinálása már régóta csináljuk, és természetesen az Országos Mentőszolgálattal együttműködve a régi mentőautókkal csináltunk egy hordozható inkubátor respirátorral, és 120 km vagyunk Szegedtől, 120 km Debrecentől, ott van ilyen mentőautó, és úgy gondoltuk, hogy ha már ilyen helyen vagyunk, a Békés megyei gyerekek ne szenvedjenek semmiféle hátránnyal, hogyha most lett volna egy koraszülés Békés Csabán, és azt a gyereket vagy a koraszülöttet Gyulára, vagy akár Szegedre szállítani, akkor nagyon-nagyon fontos az idő. Szegedről vagy Debrecenről jönne egy koraszülött mentő, az hatalmas nagy idő, másfél óra, egy óra, és csináltuk azt a koraszülött szállítást az Országos Mentőszolgálattal együttműködve, de úgy gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha nekünk is olyan koraszülött mentőautónk lenne, mint a többi koraszülött alapítvánnyal. Az ára miatt egy picit nem mertünk neki indulni, de 2016-ban, amikor megszületett az a döntés, sok barát támogatásával, hogy merjünk álmodni, a Békés megyeiek azok biztos, hogy összefognak, és amikor tudják, hogy megfelelő helyre egy megbízható alapítvánnyal alapítványt fogják támogatni, akkor biztos, hogy meg lesz az a mentőautónak az ára. Mikor bárhova mentem, és mondtam, hogy összesen 50 millió, akkor mindenki sok-sok kérdőjelet tett föl, és hogy biztos, hogy menni fog. Mi bíztunk benne, emlékszek rá, hogy még indulás után is feltettél egy kérdés, hogy akkor még 6 millió forint, mit fogunk csinálni a 6 millió forinttal, és akkor ott mondtam neked, hogy mentőautót fogunk vásárolni, hogy példaértékű összefogás volt Békés megyében, megvettük a mentőautó a műszereket is, és itt van, működik.
hogy mindenkinek köszönjük a hozzáállását és a támogatását. Bocsánat, csak a hallgatóknak ad mondja már, hogy említetted Sípos tanár úr nevét, ő ugye dr. Sípos Péter, a gyulai gyermekosztály vagy gyermekkórház most már nyugalmazott osztályvezető főorvosa, aki egyébként az egyik legnagyobb szaktekintély, azt hiszem ezen a területen talán ennyit érdemes volt hozzátenni. Magáról a koraszülöttségről hadd kérdezzelek, mert engem megdöbbentett, hogy milyen magas a koraszülötten világra jött gyerekek aránya ma Magyarországon. Hát Magyarország már régóta változatlan a koraszülöttségnek az incidenciája. Minden tizedik gyermek korábban érkezik, azaz talenti 37. várandósági hét előtt születik. Hát évente 8000 gyermek születik Magyarországon. Békés megyében 2500-3000 koraszülött születik. Természetesen vannak olyan, hogy szoktuk mondani, hogy már késői koraszülött, illetve nagyon éretlen koraszülöttek, akik 24., 25., 26. várandósági héten születnek. Sajnos a koraszülöttségnek ez incidenciája régóta nem változik. Ami változik, hogy a orvostudomány vagy a koraszülött gyógyászat az rohamszerűen fejlődik, mert egyre kisebb koraszülöttet tudunk életben tartani, és most nem csak ez a kérdés életben tartani, hanem jobb életminőséget biztosítani neki. Például itt van az a mozgó koraszülött intenzív osztály, ami a koraszülött mentőautó. Oda visszük a koraszülött intenzív osztályt olyan helyre, ahol nincsen, orvosházára, Békés Csabára, vagy azt a koraszülöttet, aki speciális ellátást igényel, tudjuk elvinni Budapestre, vagy Szegedre, vagy Debrecenbe, hogyha szükség van, és ilyen módon tudjuk csökkenteni a szövődményeket, illetve jobb életminőséget biztosítani azoknak a koraszülötteknek. Az elmúlt évtizedek alatt mennyit fejlődött egyébként az orvostudomány, tehát mondjuk mennyivel van több esélye most a teljes életre, hogy te fogalmaztál egy koraszülöttnek, mint mondjuk 10-15 vagy 20 évvel ezelőtt? Sokkal jobb esélyeik vannak a koraszülötteknek napjainkban, mint korábban. Úgyhogy én azt mondom neked, például 28. hétre született egy koraszülött, most jelenleg 99%-os, több mint 95%-os a túlélési esélye, és jobb életminőséget biztosítani neki, mint korábban. Hogy jobbak az esélyek, modernek, nem csak a gépek, a műszerezettség, a hozzáállás is, a szülőbe mehet a gyerekhez, 24 órán keresztül ott lehet a gyereke mellett, úgy hívjuk a kengrózás lehet, az anyuka ráteheti a mellkasára a gyerekét, a koraszülött gyermekét, a naponta többször sokáig, simogatás, az anyateljes táplálás, illetve a családbarát koraszülött intenzív osztály, illetve a modern lélegeztető, ilyen gyerekbarát vagy non-invazív lélegeztetési módszerek fejlődése, azok nagyon sokat segítettek, és így nagyon sok koraszülött egészségesen hazamegy, és jobb életminőséget tudunk biztosítani nekik. Miben más ez a mentőautó, Abdul, mint egy hagyományos mentőautó? Sokkal másabb az a mentőautó, egyrészt benne van egy speciális inkubátor, egy úgy hívjuk, hogy infúziós pumpák, amik pontosan tudják adagolni a gyógyszereket, a folyadékot egy 500 g-os, 600 g-os vagy 5 kilós gyereknek. Itt a tévedési lehetőség nincsen, pontosan kell adni a folyadékot és a gyógyszereket, azok okos infúziós pumpák. Egy koraszülött, újszülött modern lélegeztetőgép van benne, egy monitor, ami két monitorban méri az oxigén szaturációt, a gyereknek a szívverését, EKG-t tud készíteni, szállítás közben milyen a szív ritmusa, milyen a szív működése, milyen az oxigén telítettsége, illetve a hőmérséklete a gyereknek.
lehetnek, és természetesen, hogyha intézeten ki vagy otthon születik a gyerek, akkor van egy ilyen lehetőség, melegített helyiség, ahol tudjuk a gyereket ellátni, akár újraéleszteni, lélegeztetni, szakmai nyelven intubálni, hogy mesterséges lélegeztetés, vagy akár vénát biztosítani neki, hogy a folyadékot akarunk adni neki, vagy köldök katétert akarunk bevezetni neki. Az egy ilyen mini koraszülött intenzív osztály egy mentőautóba teljesen másabb, mint a felnőtt sürgős vagy esetkocsi. Amikor beszélgetünk a koraszülött mentőautóról, mindig a lelkemre kötött, hogy itt egy csapat van. Hogy bemutatnád-e a csapatot, aki a mentőautót működteti, illetve bemutatnád-e a csapatot, aki az alapítványt működteti? Kezdem inkább, hogy az alapítvány tagjai. Az alapítvány tagjai nagyon aktívan segítenek folyamatosan nekem. A dr. Fodor Zsuzsanna a kuratórium tag, hála Istennek, hogy nagyon sok vállalkozó ismerőse és olyan aktívan segített nekünk a kapcsolataival, kapcsolatrendszerével, nagyon sok támogatót hozott, illetve természetesen sok ötlete volt a tárgyalások során, illetve egyéb rendezvényeken, úgyhogy hálásan köszönöm neki a sok segítséget. A Besztercei Attila, ő is sokat segít nekünk, neki a feladata a rendezvények lebonyolítása, esetleg, hogyha szervezünk ilyen rendezvényeken színészekkel, művészekkel, vagy akár kulturális központokkal, akkor tud segíteni nekünk a szaktudásával. A csapat két nővérek, az orvosok, illetve a gépkocsi vezetők. A gépkocsi vezetők több mint fele önkéntes, ingyen dolgozik, örömmel dolgoznak és segítenek hihetetlenül. Megmondom őszintén, szerintem Magyarországon én nem tudok róla, hogy lennének olyan gépkocsi vezetők, akik önkéntesen, fizetés nélkül segítenek nekünk. Körülbelül az gépkocsi vezetők fele ingyen dolgozik, hála Istennek, és nem ők kérik, hogy nem kérnek pénzt tőlünk. A másik csapat a nővérek szívvel és lélekkel a munkájuk mellett, a koraszülött intenzív, illetve a gyerekintenzív munkájuk mellett is nagyon segítenek és csinálják a koraszülött mentés szívvel, lélekkel. Az orvosok is, akik részt vesznek a mentésben, illetve akik nem vesznek részt volna, addig ott maradnak a kórházban, vigyáznak a többi gyerekre, illetve a koraszülöttre, ők is csak másképpen segítenek. Mi megyünk a koraszülött mentést csinálni, ők eddig vigyáznak a gyerekosztályra és gyerekekre a kórházban, úgyhogy hálásan köszönöm nekik a segítségüket. És ami nagyon fontos, aki nagyon sokat segített nekünk, természetesen a kórházvezetés, Becsei főorvosor, illetve a mind a két kórház, a Réti Pál Tagkórház, illetve a Pándi Kálmán Tagkórház vezetősége egy emberként is mellettünk állt, és támogat bennünket. Egyrészt támogat bennünket, hogy a természetesen kórházi dolgozók csinálják azt a mentést, és nem a kórháznak a feladata, de ennek ellenére úgy látják, hogy a gyerekekért minden, úgyhogy nekik is köszönjük, hogy máshol az nem szokott így lenni, hanem teljesen függetlenül dolgozik. De itt nálunk Békés megyében minden lehetséges, a cél a gyerekek, és hogy a lakosság összefogott, a kórház vezetése is összefogott velünk együtt, és köszönöm szépen nekik azt a együttműködést. Az összefogásra viszont továbbra is szükség van. Ugye keveset tudunk arról, hogy hogyan is működik ez az autó, milyen forrásokból is működik. Erről, ha mondanál nekünk pár szót, mert szerintem érdemes.
Igen, hát a legnehezebb, mindig szoktam mondani, a mentőautó projekt három fázisból állt. Az egyik a mentőautó megvásárlása, a második a műszerek megvásárlása, a harmadik is a legnehezebb, a működtetés. A működtetés az nagyon nehéz, továbbra is úgy működik, hogy nagyon sok jószívű ember támogat bennünket, cégek, illetve alapítványok és civil szervezetek és magánszemélyek. A üzemanyag költségek, a biztosítások, a bérek, a egyszerhasználatos eszközök, például csak egy egyszerhasználatos lélegeztető szerelék, az 50 ezer forint. Egy gyereket lehet vele szállítani, onnantól kezdve ki kell dobni. Egyszer számoltam, hogyha mindenkit nem mondom, jól kifizetni, hanem csak, hogy a régi fizetésekhez képest fizetünk mindenkit, mindent csinálunk, akkor körülbelül 3 millió forintba kerülne a havi működtetése ennek a mentőautónak, de ahogy mondtam, hogy rengeteg önkéntes gépkocsi vezető, illetve nem csak a gépkocsi vezetők, hanem a könyvelők, a koordinátorok, rengeteg sok-sok még ismeretlen katona, aki segíti a munkánkat, és azok mind ingyen, az alapítvány tagjai is ingyen csinálják szívvel, lélekkel, úgyhogy lehet, hogy szerencsések vagyunk, hogy ilyen jó, sok ilyen jó ember, aki segít nekünk és támogat bennünket. És hogy jön Mező Misi a Viharsarki koraszülött mentő alapítványhoz? Mező Misi, már régóta ismerjük egymást, és többször már beszéltünk a családról, és onnan ismerem, és felhívtam, mikor felhívom, akkor tesóként hívom, tesó van egy kis gondom. Felhívtam Budapesten, mondom neki, hogy nehéz helyzetben vagyunk, és szeretnék egy segítséget kérni, egy kis koncertet, egy kis, hogy az alapítvány helyzete javuljon, és zökkenőmentesen tudjuk működtetni a koraszülött mentés. Egyből igent mondott, és mondta, hogy van neki egy mezőmisi mesélője, és akkor ő nagyon szívesen hazajön Gyulára, és egy ilyen eseményt tud nekünk, ami javunkra támogatni, úgyhogy hálásan köszönjük, hogy november 19-én Mezőmisi Almási Kastély, úgyhogy mindenki szeretettel várunk. Egy nagy fába vágtátok ismét a fejszéteket, nem is olyan régen. Egy egészen új létesítmény létrehozásában gondolkodtok. Gyulán, mi lesz ez a korapark, ami már egyre karakteresebben formálódik azért? Hát a korapark ötlete, hogy úgy gondoltuk, hogy nincsen, hogy akkor nem csak a koraszülöttekkel foglalkozó családokat akarjuk koraparkon hívni, illetve a gyerekeknek játszóteret indítani, hanem úgy láttuk, hogy jó lenne, hogyha családoknak, koraszülötteknek lenne nekik egy parkuk, ahol mindenféle rendezvényt tudunk rendezni. Terveink szerint egy fejlesztő központot szeretnénk. Terveink szerint egy fantasztikus jó parkot akarunk alakítani, egy parkolóval, egy kis far, hogy a gyerekek tanulják, szeressék a földet, hogy lehet ott mindent csinálni, a paprikától, mindent, hogy foglalkozzanak a földdel, és amikor ide jönnek hozzánk. Szeretnénk egy kis mini vonatot majd a terveink között, ott a élővíz csatorna mellett a gyerekeknek. A élővíz csatorna környékén van egy horgászati tó, ott is akarjuk majd fejleszteni, hogy a gyerekek tudjanak horgászni, versenyezni, és ha később lesz lehetőségünk, akkor csónakázni, illetve egy élményparkot és egy rendezvényparkot szeretnénk. Már az első rendezvény már jövőre meg lesz, május 13-án. Egész napos gyereknapot akarunk csinálni a korapparkban.
Hol tart ez a projekt most egyébként? Hol tart a beruházás, illetve bocsánat, arra nem kérdeztem rá, de hol lesz maga a beruházás? Hol tart az, hogy most egyrészt, hogy rendbe tettük a parkot, nem így nézett ki, hanem természetesen az, miután megvettük, nagyon sok mindent csináltunk, lomtalanítás, illetve gyomtalanítás és fásítás, mert rengeteg gyümölcsfát is tudtunk ültetni, és most a kerítésnek az építése, ez egy hatalmas nagy projekt, és természetesen keresünk-e lehetőségeket, hogy lehet pályázni, hogy ezeket az elemeket tudjuk megvalósítani. Hol lesz a Korapark? A Korapark Gyulán, ott a Bodoki Majorban, helyi rajzi számot nem tudom pontosan, de a Gyulán a körforgalom előtt található, Bodoki Major. Egy nagyon szép hely, gyönyörű fák, egy gyönyörű védett fák vannak, hogy érdemes utána nézni, illetve érdemes, még most meg be lehet menni, még nincs kerítve, bárki bemehet megnézni, és gyönyörködhet benne. Talán annyit elárulhatunk a hallgatóknak, hogy mi rengeteg hétvégi meg esti rendezvényen találkozunk, és nagyon gyakran ott van veled a családod, különösen a hétvégi rendezvényeken, illetve a napközbeni rendezvényeken a feleséged Évi és a kislányod. Ők hogyan fogadják, hogy az édesapa, a férj ennyire elfoglalt, és miért is fontos, hogy ott vannak ők veled ezeken a programokon? Ez nagyon jó, mert én szerencsés vagyok, hogy a feleségem nagyon rendes, és hihetetlenül támogat engem, és amikor például mondom neki, hogy rendezvény lesz, akkor ő beírja, hanem én szoktam mondani nekem, ő 2001-ben titkárnő és feleség, és beírja az eseményeket, és segít a szervezésben. Lehetséges, hogy ő is ugyanilyen, mint én, hogy szereti csinálni, mint ahogy látja, hogy ez nekem örömet szerez, és támogat engem, és segít nekem a szervezésbe, és jön is minden rendezvényre. A másik az, hogy szerencsés vagyok valójában, hogy ő mellettem van, támogat engem. Ha például, hogyha hajnalban hívnak, be kell menni, akkor ő is felébred, és nem mondja, hogy Úristenem, megint hajnalban, hanem tényleg segít. Hozza nekem egy cipőmet, keresi a jackimet, illetve a kulcsot kinyitja, odaadja nekem a kocsi kulcsot, és ellenőrzi, hogy minden rendben van, a forendőszkóp a kezemben van, a táskámban van, és van, amikor is megvár, hogy hazajöjjek. Nagyon köszönöm neki. A lányom 4 éves, mindig, amikor mondom, ha mondom neki, hogy a városba megyek, akkor mindig mondja, hogy kérlek, ne menjél, maradj velem, de azt mondom neki, hogy megyek a kórházba a babákat gyógyítani, akkor szia, 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 akkor találkozunk, hogy az egy támogató, szóval elenged engem a kórházba gyerekeket gyógyítani, de hogyha csak úgy szeretnék menni a városba, akkor már nem enged el, úgyhogy szerencsés vagyok, ilyen családom van. És hogy látod, lesz, aki tovább viszi a pályádat? Hát remélem, mert 2 gyereket indítottam a orvosira, úgyhogy remélem, hogy nem tudom, hogy gyerekorvosok akarnak lenni, de már 2 gyerek van a orvosi egyetemen, remélem. Hagyom nekik a minden, nagyon szép az a szakma, mindegy, hogy felnőtt gyógyászott, vagy gyerekgyógyászott, vagy bármit csinál az ember, benne van, mindegyik nagyon szép, mindegyiknek van szépsége. Nekem, hogyha újra egyetemista lennék, akkor újra én csak gyerekgyógyász szeretnék lenni. Ha gyerekem megkérdezi tőlem, hogy milyen véleményem, hogy milyen szakra menjen, én továbbra azt fogom javasolni neki, hogy a gyerekgyógyászatra, de az döntés az övék, hogy remélem, hogy nekik tudom továbbadni azt, amit kaptam az élettől, illetve ugyanazt fogják tudni csinálni. Milyen idősek most a fiaid, mert ugye a kislányod mellett vannak fiaid is? Sádi 2000-ben született, Helytem 2001, Kerim 2003.
És ketten közülük már orvosi egyetem. Igen, orvosi egyetemes. És a harmadik szintű? A harmadik nem vegyészmérnökire, vegyészmérnökit szeretne csinálni. Az is fontos, ez is kell, úgyhogy remélem, hogy minden rendben lesz. Hogy látja dr. Abdurrahman Abdurrahmohamed 5 vagy 10 év múlva magát? Hát remélem, hogy ilyen aktív leszek, remélem, hogy többet tudok adni az embereknek és a Gyulavárosnak, ahol élek, és továbbra is Gyulán szeretném látni magamat. Nem tudom. Főorvos úr, elnök úr, nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és ezt a sok-sok érdekességet elmondta nekünk. Nagyon jó egészséget és sok sikert kívánunk önnek. Én köszönöm a sok segítséget, köszönöm, hogy itt lehetek. Köszönöm nektek, hogy az alapítvány indulása óta végigkövettek bennünket, és végig segítettetek nekünk, hogy nektek külön köszönöm a támogatás és segítséget. Nélkületek nagyon nehéz dolgunk lett volna. Nagyon szépen köszönjük.